Üdvözlök mindenkit ebben a reggeli videóban, és ebben a reggeli videóban a 266-os GVM-mel fogunk utazni, mivel azért is reggel csinálom ezt meg a videót, mert van rá időm, mivel iskolában van egyes okok, amiért reggel van időm emiatt tehát reggeli elkapni a járműveket, mert van rá időm most. Így korán reggel, úgyhogy jó szórakozást a videóhoz. Tehát a 266-os GVM lesz, az fog jönni 5 perc múlva. Ikarus GVM 280.94-es, ugye 266-os. Úgyhogy azzal fogunk utazni, és annyit kell tudni róla, hogy az teljesen eredeti, az ülései, illetve még táblás is. Úgyhogy annyit kell róla tudni. Úgyhogy láthatjátok, itt megjött a Volvo. Viszont mögötte a 266-os GVM, ott mögötte megjött a GVM, úgyhogy most ezen fogunk csövezni, úgyhogy jó szórakozást a videóhoz. Egyébként ezen a pályaszámú még nem voltam, de ez még 100%-ban eredeti, annyi kell ugye róla tudni. Ugye? Most láthatjátok, eredeti az ülése is, ez egyetlen, ami még fennmaradt, ilyen 100%-os eredeti. Látjátok, táblás is, fókusz. Következő megálló, Králóutca.
megálló. Szent István park. Hát igen, abban a gévénben meg kék fény is van. Menetrendszerint a Puskás-Ferenc stadion metróállomásig közlekedő utazások következő megállója pedig a Szent István park. Szép napot és kellemes utazást kívánok Önöknek! Hát ez mit mondjak, szép beállás volt. Egy második, hát a második ajtónál van konkrétan most megálló eleje. Na, nem baj. Thank you.
következő megálló. Leher utca, Dusogyő. Most köszönöm, ha megnéztétek, ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Ezt előre is köszönöm, sziasztok!